Jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra múlt pár perccel, ez pedig a Mokka, amit folytatunk is tovább. Ma este látható a Békés Csabai Színház többszörös fesztiváldíjas Lír király vendégjátéka a Víg Színházban. Vendégem Dobó Kata színész és Fekete Péter, a Békés Csabai Jókai Színház igazgatója. Jó reggelt kívánok! Gyorsan engedd meg, Kata, hogy Péterrel kezdjem. Egy idézettel, egy korábbi interjújából idéznék. A Lír király kapcsán úgy fogalmazott, hogy angol rendező, angol látványtervező, Dolby Surround hanghatás, különleges látvány, remek színészi alakítások. Na most ennek tükrében mi mindent lehet tudni az újra gondolt Lír királyról? Nem hát egy hagyományos darab, azért ezt látható. Ezt ajánljuk a Víg Színház nézőinek ma este. Chris Rolls Angliából most szállt föl a repülőre. Úton van, hogy egy órakor még egy próbát tudjon a Víg Színház színpadán lebonyolítani. Mi egész éjjel szereltünk a színházban. Egy különleges fesztiváldíjas előadás érkezik, amelyik egy picit újra gondolt, egy picit más látványvilága van, mint amit megszoktunk, és szerintem méltón ünnepli Shakespeare születésének 450. évfordulóját. Színészileg, Kata, mennyire nehéz egy ilyen patináns darabot előadni, ahogy én fogalmaztam, Dolby Surround hanghatásokkal és különleges látványelemekkel tarkítva? Mert ez egy picit olyan, mintha egy akciófilmnek lenne mondjuk a rövid leírata egy mozi ajánló előtt. Kívülről valószínűleg így is tűnik, vagy szóval ezt szerettük volna, vagy a rendező ezt szerette volna mindenképpen ezt a hatást elérni, egy kicsit talán a fiatalokat is megszólítva, hiszen őket azért manapság most már egyre nehezebb bevinni a színházba. De alapvetően színészként szerintem a leglényegesebb az, hogy a darab történetét, mondani valóját próbáljuk meg szépen felívelve, felvázolva elmondani. A nyelvezeten nem változtattunk, úgyhogy ilyen szempontból nekünk tulajdonképpen ugyanaz a munkánk, az, hogy a hatás lefele természetesen egy kicsit olyan maiban játszunk, tehát nincs ez a nagy, régi, nagy, öblögetős játékmodor, hanem egy kicsit felfrissítve, kicsit olyan, mint hogyha, tehát lehet, Shakespeare zseniális, és pontosan hát ezért annyira mai, még 450 év után is, hogy tehát azok a fajta problémák, felvetések, amiket ő minden egyes darabjában feszeget, azok annyira modernek és maik, és azért lehet, egyébként talán nem mindegyik darabot, de például pont a Lír királyt lehet szerintem aktualizálni és modernizálni, mert ezek a problémák a mai napig problémák, amik foglalkoztatják az embereket. Tehát a nyelvezet az maradt a régi, és látványvilágban modernizálódott egy picit a darab. Azok kedvéért, akik még nem látták a Lír királyt színházban, egy picit próbálja meg, kérem, elmesélni, hogy mi várható a színpadon. Chris Rolls hogyan nyúlt hozzá ehhez a darabhoz? Egy király, egy főnök felosztja a hatalmát a három lánya között, és aztán ennek az útját járja végig, hogy jól döntött, vagy rosszul döntött. De úgy fogalmazott Chris Rolls, hogy ha a hatalom embere elveszíti az uralkodás feletti kontrollját, akkor elveszíti az életét, és egy picit erről szól a történet. De nagyon izgalmas az a kettősség, hogy a nyelvezete az a régi, és a látványvilága az pedig modern. Azt mondta a rendező, hogy Nagy-Britániában 80%-ban, 90%-ban csak modern környezetben játsszák a Shakespeare darabokat. Igen. Tehát ez nem újdonság, ez nem különlegesség. Egyet kiemelt ezek közül. Kata, te ugye a Lír királynak az egyik lányát alakítod. Igen, regent. Igen, ezt a karaktert, a modernizált karaktert hogyan kellett megformálnod? Mit lehet róla tudni? Én topzoltam ebben a szerepben, azt kell, hogy mondjam, nem egy pozitív hősről beszélünk, hanem egy velejéig romlott valakiről, aki borzasztóan okos, de nem sok szív szorult belé. Úgyhogy az ember színészként szerintem nagyon örül az ilyen feladatok megformálásának. Sosem értettem egyébként, hogy a színészek miért örülnek mindig ennyire, ha rossz karaktert formálhatnak meg. Mert rosszig azt gondolják magukról, hogy ők nem azok. És hogy milyen jó elrugaszkodni a valóságtól. És egyébként tényleg hát a színészetben ez az egyik legfantasztikusabb dolog, hogy a te személyiségettől teljesen eltérő dolgokat tudsz nap mint nap megszemélyesíteni, és egy kicsit tulajdonképpen olyanná is válni és kipróbálni magad ebben. Valahogy a bájos, csillogó szemű karakterektől annyira nem szoktak feldobódni így a színészek elsőre. Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy gonosz karakter, vagy egy picit velejéig romlott, akkor neked is elkezdett csillogni a szemed, és azt mondod, hogy ez munkásabb valószínűleg, tehát mélyebbre kell érte nyúlni, tehát hogy a színészileg, tehát feladatként ez egy nagyobb falat, és
mi szeretünk így kicsit önmarcangolni, azt gondolom. Pont a bájos és csillogó szemű külsőség mögött van a kígyóság és a keménység, az izgalmas kettősség. Egyébként ez a darab már több díjat is besöpört, azért erről tegyünk említést, hogy egészen pontosan milyen díjakat nyert. Hát Cittauból jöttünk meg egy pár hónap ezelőtt Németországban, meghívtak bennünket a Szarajevói Színházi Fesztiválra, és a Thália Színházban láthatta egy fél évvel ezelőtt a közönség a darabot, ahol a Magyar Televízió külön díját nyertük el a legjobb látvány díjáért. Tehát most már a harmadik fesztivál, és egymás után kapjuk a fesztivál meghívásokat. Öröm számunkra, hogy egy vidéki színház Európában megmutatkozhat egy darabbal. Főleg, hogy most egy Gotthár Péter és egy Marton László darab után mi is itt lehetünk a Víg Színház színpadán, szerintem ez óriási megtiszteltetés. Én szerintem kedvet csináltunk a darabhoz mindenképpen, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeim voltatok. Köszönjük. Köszönjük.